Sziasztok! Itt vagyunk Rákosszent Mihály határában, és most egy iparvágányt fogok bejárni, ami itt van előttünk. Itt kezdődik valahol a Gazban, arrafele itt ágazik ki a körvasútból. Közvetlenül a Tyson Krupi előtt, amit már megmutattam nektek, de most nem fogok oda bemenni a dzsumbújba, idézd meg. Csekes, meg én most biciklivel is vagyok ráadásul, úgyhogy azt meg nem tolom be. Ma viszont itt látszik, hogy arrafele megy a Szandrás keresztnél, itt a sokáig az út mellett, aztán átmegy itt a Magyaródi úton, és ott megint eltűnik a Gazban, viszont ott a Késpárk utcán elvileg még megvan. Majd fogom nézni a telefonon a térképen, ami be van jelölve, mert ez is ami telephelyre vezet, nem lehet végig bejárni, de hát amennyire lehet, addig igyekszünk. Úgyhogy akkor csak menjünk is tovább. Hát csak egy picit jöttünk arrébb, de itt csak meg akartam mutatni itt az átjáró után, itt folytatódik tovább a vágány, de majd kimegyek inkább a járdára, aztán majd ott. Na, nézzétek itt. Itt jön. És ott tűnik el a Gazba. Inkább akkor leszállok, és akkor itt most gyalog folytatjuk. Legalábbis ameddig lehet. Egyébként ott arrafele még voltak ott különböző üzemek, meg gyárak, meg telephelyek, és régen ez azokat szolgálhattak ki, de itt már nagyon régen nincs forgalom. Még akkor, már akkor sem, amikor még a Tyson klubban volt. Most vagyunk itt a Magyaródi utca végénél, és hát ott látszik, ott ahol ott eltűnik a dzsumbújba, az már zárt terület, illetve magánterület, oda nem lehet bemenni. És itt errefele jön tovább. Amerre jöttünk, ott a háttér pedig a körvasútnak az átjárója van. Ez egy színbeni átjáró, és egyébként a fénycsodompó az nem automaton volatált a vezérelt, hanem ezt távolról kezelik a Rákosszent Mihály állomásról. Meg fogjuk nézni azt is mindjárt, csak át kell menni az úton. És egy viszonylag nagy a forgalom, de majd túloldalról jelentkezek. Na, közben csak átjöttem a túloldalra, de amit így érdekes, azért amikor ott nézzétek csak meg ezt a ezek bizony nagy vasúti betonaljak illetéve a földbe. Szóval valószínűleg azért tették ide, hogy ne lehessen ide kocsival bejönni. Igen, egy ott is van. És itt pedig a régi útátjáró. Még ez is látszik itt a múltban, és akkor kicsit meg kell arrébb menni. Mert itt tűnik el a vágány a Gazban. Ezt nézzétek. Csak nehéz ide cikivel bejönni. De még szerencsé, hogy már van tömörgumim, úgyhogy valószínűleg hogy a nagyjából a harmadik defekt és a defektáló külső, ami szintén defektet kapott után, úgy döntöttem, hogy elég volt és tömörgumi. Hogyha ez is defektet kap, akkor feladom. Ilyen külső, de nézzétek, itt vagyunk. Majd hát, hogy cenzúra áldozata lesz az a videó is itt. És egyébként itt van, nézzétek, meg itt van a kapu. És itt még megvannak a sínszállak, csak annyira benőtte itt a Gaz, hogy már... De ott, nézzétek, ott itt van az egyik. Itt pedig a másik sínszál, tehát ezek még megvannak, csak... Van is. Nem majdnem kinyitni, mert lehet, hogy darázs van benne, de... Nekem úgy tűnik, mintha egy kulcsos fénysodompó lett volna itt, amit innen kezelnek, vagy pedig... Nem hallok zümmögés, de ám, de nem nyitom ki. Egyszer már kergettek így megdarazsak, hogy egy ért kinyitott. Még akkor többen voltunk, és még én úsztam meg a legjobban, mert engem csak pár csípett meg, de nem. Mindegy, tehát szokott lenni ilyen iparvágányoknál, hogy a fénycsodompó az nem bizbelbe van bekötve, meg megérzékelő államködök, meg tengelyszámlálók, meg ami szokott úgy egyébként, hanem egyszerűen kulcsos, hogy a vonat megáll, és akkor a személyzet, akár maga a mozdulatot, hogy elfordít egy kulcsot egy ilyen szekrénybe, és azzal állítja át a fénysorunkót. Majd a túloldalt, amikor a vonat elment, akkor meg megint kezeli. Viszont akkor a túloldalt is lennie kéne egy ugyanilyen szekrénynek. Hát elmondani, hogy itt vagyunk a Magyaródi út végén, aki nagyon bátor, belenézhet ebbe a szekrénybe, én most nem fogok. Semmi kezdem így a hétvégét darázs csípéssel indítani, pláne ennyivel. Mert nyilván, ha darázs van benne, hogy fészek, akkor abban nem egy van. Akkor belesünk még ide az iparvágányra mindjárt. És
akkor itt vagyunk megint, de amint látjátok, a sinek még megvannak a túloldalt is. Hát, te van nektek bedugni ide a kamerát, aztán ameddig ellátunk, addig megmutatom. Mi csak oda behez az. Tehát látszik azért, és akkor ez már a telephelyen belül, és akkor ott látszik egy váltó is, tehát valószínűleg a telephelyen belül, ahogy a térképen is láttam, mi többfelé is ágazott, de majd utólag majd ide bevágok egy-két ilyen Google összes felvételt, esetleg fentről.hu. És itt van egy ilyen rendes kapu is, de ez is zárva van. Úgyhogy magántérbeti nem megyünk be, viszont ez egy utcával arrébb a Késmárk utcába, legalábbis a térkép szerint még a tovább is mentek itt a vágányok, és a Késmárk utcába is van egy átjáró. Azt meg fogjuk nézni mindjárt ide, hát kimászok innen, ugyanúgy, ahogy bejöttem. Igen, most nem úgy készültem, hogy még ilyen úgymond terepre is fogok menni, ez egy ilyen teljesen spontán ötlet. Igazából azért is jöttem erre, mert egyébként is van erre dolgom, de ez most nem tartozik a videó témájához, úgyhogy nem is mondom. De munka. Munkaügyben vagyok itt is, csak hát maszek munka nem, az a majdnem azt csinálom, amit egyébként is főállásban, csak ez ilyen kis mellékes. De akkor majd szerintem most elmegyek biciklivel oda a következő utatjáig, és majd ott jelentkezek. Na, itt vagyunk közben a Késmárk utcánál, és itt még az ajt kapu is itt van, és látja, igazságként a sinek azok itt jönnek végig, és szerintem az volt az a váltó, amit már a túloldalt is láttunk. És innen még szerintem be lehetne látni egészen a túloldalig is talán. Hát... inkább nem. De itt a gazba a sinek megvannak, sőt a benne vannak itt az aszfaltba is, mindjárt megmutatjuk. Az aszfaltba is megvannak a sinek. És itt is egyébként csak gyumbó, és ez volt a régi iparvágány kapuja. De hát itt valami telephely van, oda nem tudunk bemenni. De. Azt nézitek, igen, és ott a túloldalt megint eltűnik a gazba. Itt ment a várjáiket, itt pedig egy 231-es. TKN 627, az adásul pont egy új Mercibus. Hát megpróbáljuk valami megnézéseiként, az érdekes, hogy itt még itt az úton még kim van a rendes András kereszt és a vasúti átja kezdete, még az előjelző táblák is kim voltak, ahogy itt jöttem. Tehát mindjárt, hogy valahogy átmegyünk a túloldalra, és akkor ezt is próbálom megnézni. Hát itt már nehezebb dolgunk van, mert most pont rajta állok az egyik sínszálon. Mert meg átjöttünk ide. Hát ide épült le egy járda, és hát hogy ott beljebb mi van, az meg már megint más kérdés. De itt van, ja, itt vannak a sín, az megvan, csak van mellette egy járda kis, majd megpróbálok azon menni. Aztán az megint jó kérdés, hogy itt meddig megy. De szerintem ezt itt megnézhetjük. Itt ezen a járdán itt próbálok mellette elmenni. Hát ki tudja, hogy mennyi maradt meg belőle, de hogy régóta nem használták, az is biztos. Mert hát ha a fentről.hu-n vagy valahol még találok arról képet, amikor még esetleg szerelvény is elbent. Abból talán lehet egy kicsit következtetni, hogy meddig és mikor. De szerintem nyomon vagyunk, mert azt nézzétek, itt valószínűleg a sínszál az még mindig ott van a gazban, és ott a régi iparvágánynak a kapuja tovább. Tehát még lehet, hogy ott beljebb is vannak sinek. Ezt mindjárt megnézzük. Hát látjátok, ennyi. Itt a sinek megvannak, valameddig itt beljebb tovább is megvannak, de ez ennyi. Ott arrafele meg már semmi, ott már teljesen más üzemek vannak. Hát, ez régebben még nyilván tovább is ment, de állom úgy. És egyébként itt még végig megvan. De kétlem, hogy itt még mást is találunk, ha tovább megyek, de ennek azért még utána fogok nézni most mindjárt a térképen. Hát eddig sikerült.
kijönni itt különböző utakon. Hát ott valahol egy picivel arrébb van a telephelynek a vége, és térkép is csak addig jelöli a vágányokat, de egyszerűen jobban nem lehet megközelíteni a kerítést, így ez ilyen marad. Hát ez pedig itt egy nagy üres plac. Itt új palota, meg Rákos-Szent Mihály között. Ott arrafel azok a panelek, azok szerintem már új palotához tartoznak. És itt arrafel, ahol a villanyvezetékek mennek, meg van a villanytelep, ott az Ovitnak a áramelosztó központja Zuglón. Úgyhogy még azt néztem a térgép, hogy még a Fázis utca felé is lekanyarodott egy iparvágány, ami még a Tyson Clubnak a része, és szerintem ott. A Tyson Club iparvágány része, és szerintem ott még egy útátjáróba talán találok valamit, de hát majd meglátjuk. Itt vagyok a Fázis utca végénél, és ez már az, itt abból az iparvágányból ágazik ki, ez is, amit az előbb néztünk, csak itt telephelyen, és ez így arról jön, de ez már a Tyson Club, tehát ez a Tyson Clubnak a hátsó bejárata, és valószínűleg ez is már a Tyson Clubhoz tartozik, ez a telephely. Itt ennyire látszik, hogy itt a kerítésnél, hát a kerítésen túl, itt még ketté ágazik, és akkor ott ennyi. Tessék, itt van, nézzétek meg. Ott még ketté ágazik a vágány, és itt a vége. Tehát szerintem, és ez már, még ott az iparvágány kaput megnézem, de itt tovább már nincs semmi, és itt látszik a Tyson Clubnak a vágányhálózata. Szerintem ezek a hátsó vágányok nem voltak használatban már régen, viszont ugye azt mutattam az előző videóban is nektek, hogy ami ott a körvasút mellett van közvetlenül, ott a Tyson Club telep másik oldalán. Ott még 2013-ban járt vonat, ez biztos, mert akkor még én láttam ott vonatot. Tehát valamikor azután szűnt meg ott a forgalom végleg. És arra viszont szerintem, ha tovább megyek, ott már nem találok vágányt. Arra fele már biztos, hogy nincsen, mert vagy a Tyson Club telepen belül van, vagy pedig itt. Tehát gyakorlatilag, amit be lehetett járni ebből a iparvágány hálózatba, azt bejártam, hát még ezt megmutatom nektek. Jó, most nyitva van a kapu, szerintem eddig be lehet menni, hogy itt a Tyson Club telepen még. Itt azért még rengeteg sín van. Meg ott látszik ott a távolba, ott ütköző bakok minden, tehát itt valamikor igen intenzív vasúti forgalom volt itt. Nagyon sok vágány volt, nagyon sok. Yeah. Belül is össze-vissza ágaznak szét az iparvágányok, ezek valószínűleg lakodó, meg tároló vágányok voltak. Ki azért van, na, ez meg erre akar jönni. Kicsit félrehúzódok, így biciklis vagy a kamion elférjen. A hatalmas nagy batár alig fér be. Ja, nézzétek meg. Na jó, akkor még azt megnézzük, ezt a arrafel a vágányokat. Kicsit közelebbről. Megpróbálok bekukucskálni ott a kapun belül, hogy meddig látszanak. Aztán szerintem akkor nagyjából ez ennyi is lesz. Ha már itt vagyunk, akkor nézzünk be ide is, de úgy látom, hogy ez is itt a Tyson Club telepre vezet. Hát ez szintén jó telep, hát közben így találkoztam egy biztonsági őrrel is, aki itt a portálnál volt, és kijött megkérdezni, hogy mit csinálok itt, de teljesen normális volt, tehát elmondtam, hogy miért jöttem, és mondta, hogy ott nyugodtan, ameddig nem megyek be, addig mindent lehet. De hát szik, hogy ugyanez, tehát nem nézitek, hogy itt van a... Eddig itt a kapun is, hogy bedugom az optikát, hogy hátha láttok valamit. Na. Így, és akkor látszik, hogy ott ágazik ki. És akkor ugye arra felől jött, hogy a Késmárk utca felől ott valahol elágazott. Benne a másik telepen, hát mondom, ez valószínűleg régebben nagyon nagy telep lehetett. És itt ugyanez látszik, hogyha itt benézek, mint eddig, hogy... Itt azokból az iparvágányokból ágazik ki ez is. És itt megy tovább. Hát ez viszont látszik, hogy már régóta nem látott vonatot. De gyakorlatilag ennyi ennek a kis iparvágányhálózatnak a története, ami így bejárható, azt bejártam. A többit azt meg majd utána kutakodok az interneten, meg megnézem a régi műholdképeket, aztán hát kiderül még valami. Tehát ez a kis videó az ennyi volt, akkor én itt elköszönök. Hát köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, aztán majd... Hát lájkoljátok, iratkozzatok fel, ha tetszett.